A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk. A brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 17,4%-ot, szemben a 9,6%-os uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 69%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a házi orvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával és Modernával folytatódik az oltás. A tegnapi kormány bejelentés alapján a legkorábbi iskolai nyitás dátuma április 12 vagy 19-e lehet. Még az iskolai nyitás előtt be fogják oltani a pedagógusokat, óvónőket, bölcsődei dolgozókat, az oltás továbbra is önkéntes. A Kereskedelmi Iparkamara javaslatára az üzletekben területi alapú korlátozásokat vezetnek be.